Kedves nézőink, közös családi napot tartott a hétvégén az Ég Katonái Hagyományozó Egyesület és a Székitavi Horgász Egyesület. A rendezvényen mi is ott jártunk. Tisztújítás volt a Székitavi Horgász Egyesület házatáján. Kik az új elnökségi tagok? Igen, történt egy tisztújítás, mint 5 évente van a választás. Itt a választáson 2/3 többséggel egy új elnökséget választottak. Az elnöknek engem magam Dolfinger Matyást választottak, 2 elnökhelyettest választottak, Varga András tógazda elnökhelyettest, Németh Zoltán gazdasági elnöknek. Van 4 elnökségi tag, vagy vezetőségi tagunk, ott benn van Bolla Gyula, Molnár Balázs, Sipősz Csaba és Helyes Zsolt, tehát így áll össze a hétfős elnökség, vezetőség. A célunk az volt, hogy egyrészt az eddig azért jól működő elnökséget tovább vigyük, amiért azért az alapokat ők csinálták, meg ők tették meg. A célunk továbbra viszont az, hogy a családiasabbá, hosszú távon elképzelésekkel tovább vigyük ezt az egyesületet. Megtörtént az átadás átvétel, minden rendben zajlott? Igen, az átadás átvétel ugye úgy kezdődik, hogy törvényesen, pénzügyileg, elnöki részről szabályosan megtörtént, minden rendben volt, tehát az előző elnökséggel is ezt az örökséget visszük tovább. Természetesen szeretnénk ezt tovább fejleszteni azért, mert az elképzelésünk, próbáltunk meg fiatalítani is az elnökségen, a jövőbe nevelni a fiatalokat, hogy egy erőteljes új csapat tudjon fölállni majd a hosszú távon, ami a fiatalokat fogja képviselni. És ennek az új elnökségnek az első rendezvényei között van ez a mostani családi nap, amit az Ég Katonái Hagyományőrző Egyesülettel karöltve szerveztek. Hány résztvevőt vártak erre a mostani családi napra? Hát ugye nehéz ezt meghatározni, hány főt vártunk, mert 1050 főt vártunk, mert annyi az egyesület tagsága. Na most az új elnökségnek voltak célkitűzései, többek között az, hogy évente legalább egy alkalommal a tagságot egy családias környezetben össze szeretnénk kovácsolni, minél egységesebb legyen, minél gyerekszeretőbb legyen. Tehát ez a családi nap úgy indult, és a fő elképzelés az volt, közel bejött, hogy itt 90-ben történt a repülőpilótának az, hogy hát hál' Isten itt tud lenni most, hogy a repülője lezuhant ide, mert ide engedte a Székitóra, és akkor innen jött az ötlet, hogy őt ide hívjuk, őket, és egy élmény beszámolóval összekössük ezt a mostani családi napot. A gyerekeket milyen egyéb programok várták? Hát a gyerekeket egyrészt volt egy futóverseny, a tovafutók részben önkéntes, részben meghívásos alapon jöttek. A gyerekeket várt a kutyás bemutató, amit köszönünk a BM-nek, mert a rendőrség, a rendőrökkel volt a kutyás bemutató. Jelenkeztek itt a Vatta Cukrostól a festőkig, a Vöröskereszt jelenlétével, és hát természetesen mindenkinek örültünk, aki ebben segített bennünk. Voltak szponzoraink, mindenki tett hozzá egy kis adagot ehhez, hogy ami úgy látjuk, és most már visszhangít megvan, hogy egy jó sikerült családinak. Mindenkit egy ebéddel várunk szeretettel, ezen kívül halászléfőző verseny, amit a frissen most meghozott halból a halszállítónktól kaptunk ajándékba. Tehát feladat meg volt, meg kell pucolni a halat, és most a zsűri pont ebben a pillanatban bírálja majd el, hogy ki lesz a győztes. Nagyon fontos az is, hogy a jövő horgászai majd milyen halat tudnak kifogni innen a Székitóból. Ezzel kapcsolatban milyen intézkedéseket tettek? Igen, hosszú távon tervezzük a haltelepítést. Az egyesületnek a pénzeszközeinek a nagy részét halvásárlásra fordítjuk, azért, hogy idejön, akkor halat tudjon fogni. Már 170 más a halba letelepítve, ma pedig újból látványosan 40 más a pontot telepítettünk, aminek ugye itt az itt levő gyerekek, meg a hozzátartozók nagy örömére láthatták, hogy milyen halakat tettünk a tóba. Na most minden 2 hétben innentől fogva egész október végéig, tehát 2 hetente 25-25 mázsa pontot telepítünk, tehát folyamatos haltelepítés van a tóba. Ez igazából egy hal gazdálkodási terv készül minden évben, és egy 5 éves ciklusra hosszú távon van a haltelepítési program. Térjünk egy kicsikét vissza a felnőtteknek szóló programokra. Milyen előadások hangzanak el itt a mai napon? Diát már lezajlott.
Kosiszki Attila nyugállományi repülő altábornagynak az előadása. Ő a repülős életéről tartott egy eladást, könyvet publikált itt, a saját kiadása könyveit, amit nagy számba felvásároltak. Délután Cseporán Mihály úr, aki 1990-ben hát örömünkre ide landoldatta a gépét, nem pedig Ajka város területére. Ő lesz 14:30 körülbelül az előadása. Na, volt egyszer egy holnám volt, 1990 április 20-a, nagyon tüdős repülési napon vettünk részt délelőtt. Én negyedik feladatra szálltam fel a Sanyi gépével, egy felhőben történő rutin elfogást végeztem, ami azt jelenti, hogy a cél felhőben, tehát látó határon kívül, repül, és a fedélzeti radar berendezéssel kellett nekem imitált támadást, illetve céllelődést végrehajtam. Végrehajtottam, készültem a leszálláshoz. Az időjárás a körzetünkben 1000 méteres alap volt, felhő alap, illetve 3000 méteres tető, alatta nagyon párás, gyenge látásokkal. 2400 méteren ráfordulást hajtottam végre a leszállópályára, repülésvezető parancsára, és közbe, és ügyettem vele a felhő rétegbe, ami tulajdonképpen nyugodt volt, nem volt benne semmi érdekes, és ahogy egyre jobban süllyedtem ebbe a felhőbe, egyre jobban elkezdett rázni a gép, és egyre sötétebb lett. Már annyira sötét volt, hogy fel akartam kapcsolni a kabin világítást, mondom, úgy látszik valami zivatargócba repülhettem vele. Mondjuk, hogy erre rágondoltam, egy hatalmas villanást és csattanást észleltem, és közvetlenül ezután a hajtómű leállt. Ugye ezen a magasságon hajtómű indításra nem is gondolhattam, mivel a repülési szabályzat előírja, hogy terepdomborzat felett 3000 méteren lehet az utolsó indítási kísérletet végrehajtani süllyedés közben, ami azt jelenti, hogy ha azt veszem, hogy a kaphegy az antennával együtt a 700 méter körül van, ha jól emlékszem, tehát ha ehhez hozzáadom a 3000 métert, az 3700 méter, és én voltam 2400-2400 méteren, tehát nem lett volna nekem, ha üzemképes a repülőgép, tehát olyan okok miatt áll le, hogy nem sérül a hajtómű, vagy egyéb más komoly probléma, hajtóműindítás nem befolyásolta volna, akkor megkísérelhettem volna, de mivel ezen a kis magasságon voltam, eszembe se jutott, hogy ilyenre próbálkozzam, holott nem tudtam, hogy a gépnek akkor még milyen sérülései voltak. Egyből jelentettem a repülésvezetőnek, hogy mi történt, hajtómű leállt, abban a pillanatban a katapultálásra adott parancsot, amit én nyugtáztam is, végrehajtom, és akkor villant fel bennem, ugye repülés közben, ha nem láttuk a földet, akkor is nagybani tájékozódást vezettünk, ami azt jelenti, hogy fejben úgy körülbelül mindig meg tudtuk mondani, hogy pontosan merre járunk. És akkor villant fel bennem az, hogy a 2400 méteres számított pontról én befordulok a repülőtér irányába, akkor körülbelül Ajka déli részén vagyok. Most ott történt ez a baleset, tehát körülbelül Kaphegy és Ajka között. Ugye én tudtam, hogy 1000 méteres alap van, a gépet tudtam kormányozni azért, mert ugye a hajtómű az nem ékelődött be, hanem a szívócsatornákon beáramló levegő az forgatta a kompresszort és az egész hajtóművet tulajdonképpen, ami ugye meghajtotta a hidraulika szivattyúkat, a kormányrendszer hidraulika nyomással működött, tehát volt annyi minimális nyomás a rendszerben, hogy tudtam kormányozni a gépet. Most úgy döntöttem, hogy nem hajtom végre a katapultálást, nehogy véletlenül a gép Ajkára zuhanjon, hanem folytattam tovább a süllyedést felhő alá, és amikor kiestem a felhőből, akkor
magam előtt ott láttam valóban Ajkát, hát Patrakputhoz közelebbi rész, hát a déli részét. És akkor döntöttem úgy, hogy elfordulok balra a Nyirádi lőtér irányába, ugye arra a lakott település az nem igazán van, aztán ha már stabilan arra repül a vasdarab, mert akkor már csak egy vasdarab volt sajnos, akkor katapultálok. És amikor ez így is történt, akkor melyik kis magasságon végrehajtottam a katapultálást, ugye az ülés a kabintető odaesett, ahol esett, a gép pedig, hát vagy a katapultálás hatására, vagy széllökés hatására egy kicsit elfordult jobbra, és nem Nyirád tér irányába repült tovább, illetve Bugdácsot tovább, hanem ide a Székitó keleti partjára. Most a katapultálás, hát izgultam, persze, hogy izgultam, tudtam, hogy mi következik, mit kell csinálni, ha nem működik valami, akkor is mit kell csinálni. Tehát elindítottam a folyamatot, a rendszer tökéletesen ledolgozott. Annyira emlékszem, hogy lógok a hevedereken, mindjárt tanultuk. Fölnéztem, megnéztem a lejtőernyőkupját, a mentőernyőkupolája rendben volt, zsinórok rendben, úgyhogy kerestem a helyet, hogy hova visszaszél. És ezt a mentőernyőt nem azért találták ki, hogy célba ugorjanak vele, hanem hogy emberéletet mentsen, tehát nem lehetett irányítani, legfeljebb csúsztatni vele, ami ez nem sokat jelent, de hát annyit számít, hogy valamelyik hevederbe belekapaszkodik, akkor abban az irányba egy picit elmozdul, és így sikerült megúsznom a fürdést a visszafürdőbe, ugyanis a szél, a magassági szél arra fújt, aztán sikerült ezt megúsznom, és hogy Ajkáról megyünk át Padrakútra, a körforgalom után balra van egy sportpálya, egy betonkerítéssel, illetve járfákkal, és hát sikerült oda tornászni magamat. Amikor láttam, hogy a fákat nem úszom meg, akkor ahogy tanultuk, lehúztam a sisak színszűrőjét, maszkot magamra szorítottam, összezártam a lábaimat, átzúgtam a járfákon, és háttal nekivágottam a betonkerítésnek. A kupola az fent akadt a fán, de hát én leértem, tehát nagyon huppantam a földön, akkor éreztem, hogy nagyon-nagyon megütöttem a hátamat, mint utólag kiderült, az egyik gerinc csigolyámból letörött egy icipici darab, és szerencsém volt, hogy nem mozdult el, csak tehát egy repedés látszott. Tehát ennyi egészségkárosodást szenvedtem, illetve 4 gerinc csigolyám szenvedett kompressziós törést a 20G-től, ami azt jelenti, hogy 3 mm-rel alacsonyabb vagyok azóta, tehát a 20G, ahogy összenyomott, az ilyen maradandó sérülést okozott. Az emberek nagy álma, hogy tudjanak repülni, ez az ön életében maximálisan teljesült. Pilótaként kezdte katonai pályafutását, majd utána több évig a pápai katonai laktanyát is vezette. Hogyan indult el ez az élet a felhők felett? Gimnazista koromban vitorlázó repülőgéppel kezdtem repülni. Amikor érettségiztem, jelentkeztem a repülőtiszti iskolára. Több dologban szerencsém volt. Egy, szüleim aláírták az engedélyt, hogy jelentkezhetem. A másik a repülőorvosi vizsgálatot akadály nélkül vettem, és ezt a repülőorvosi vizsgálat eredményes mi volt, tehát nyugállományomig megőriztem, tehát szerencsés alkat vagyok ilyen formában. És ezt követően 65-ben felavattak hadnaggyá, és innentől kezdve már egyenes út volt, hogy hadnagyba altábornagy lettem, beosztott vadászpilótából légierő vezérkarfőnök. Milyen gépeken repült? Az alapvető kenyérkereső eszközöm az a MiG-21-es vadászgép különböző változatai voltak, de repültem a MiG-15, MiG-17, MiG-21-est elmondtam, a MiG-29-est kipróbáltam. Külföldi repülőgépekből, amelyek valamikor úgymond fölmerültek, hogy lehet, hogy Magyarország leasingeli, beszerzi, ezek közül mindegyikkel repültem, tehát az F-16 két változatával, az amerikai F-18, Mirage 2000-es, Gripen-t kipróbáltam, a svéd Viggen, tehát sok érdekes géppel repültem. Összesen hány órát repült a szakmai pályafutása során? Összesen 3301 néhány órát és 6665 felszállást.
és a felszállásaim száma egybeesik a leszállások számával. Ez mennyinek számít? Ez a magyar vadászpilóták között egy jó teljesítmény. Amikor a pápai laktanyának az irányítása az ön kezében volt, akkor mi az, amire elsősorban odafigyelt? Elsősorban talán az egész laktanyában ugye nem csak repülők vannak, hanem ott voltak radarirányítók, radarrendszer, műszaki zászlaj, tehát egy óriási csapat volt ott a repülőezreden kívül. És én nekem azt hiszem, hogy hát az életemben az emberekkel való kapcsolattartás és az emberekhez való viszony volt az, ami alapvetően meghatározta az életemet, és ez a repülése is illik, de mindenre. És így a laktanyába élő sorkatonáktól kezdve a tiszteken keresztül mindenkire. Azt hiszem, hogy a nagy közönség számára a kötelező katonai szolgálat annak idején egy nyug volt és egy teher. Önt mégis az alárendeltjei nagyon-nagyon szerették és nagyon-nagyon tisztelték a szakmai hozzáértése miatt is, és amiatt is, ahogy az alárendeltjeivel bánt. Hát ezt őtőlük kell megkérdezni alapvetően. Mindenesetre az megnyugtat bizonyos fokig, hogy utcán, Pesten, metróban megszólít egy fiatalember, hogy Kossuth úr maga? Na igen. Hát én azt a katona voltam magán ekkora, akkor, és ezek jó dolgok. Ez az egy megnyugtató számomra. Milyen élményei vannak, amikre szívesen emlékszik vissza, akár mint a tábor parancsnoka, akár mint pilóta? Tulajdonképpen a repülőterek és a pápai repülőtér esetében, hogy a repülőtér élte a maga életét, egy kicsit a zárt életét, mert a repülőtér a várostól kicsit távolabb volt, és valahol 87-ben megkeresett engem a pápai jókai kör elnöksége. Bevallom őszintén, nem tudtam, hogy van ilyen, hogy pápai jókai kör, és fölkértek, hogy ezredes úr, meghívnák a pápai repülőteret, hogy mutatkozzon be az ünnepi ülésen. És a kis ördög megmoccant bennem, és mondtam, hogy hát nagyon szívesen felvállok, de kérésem van, hogy az egy órás teljes műsort a pápai repülőtér a katonák fogják tartani. Ezen ők hökkentek meg, mert arra gondoltak, hogy hát egy ilyen 10-20 perces valami, és akkor a pápai repülőtér katonái és a feleségek egy komplett műsorral bemutatkoztak, amiben volt vers, próza, zene, ének. Én előadást tartottam előtte Rotterdami Erasmusszal kezdve, és a kör elnöke akkor mondta a huszár tanár úr, hogy hát most leckét kaptunk a katonáktól, és ez nekem nagyon jól esett akkor. A pápai repülőtér azóta a NATO kötelékéhez tartozik. Figyelemmel kíséri-e azóta ennek a repülőtérnek az életét? Szerencsém van, mert többször meghívtak rendezvényekre. Ennek során a pápai repülőtér parancsnoka, aki egyébként magyar, tehát hangsúlyozom, magyar parancsnoka, végig kalauzolja a vendégeit, hogy a repülőtéren milyen változások történtek. És nagyon jó dolog szembesülni azzal, hogy mi volt évtizedekkel ezelőtt, mennyit fejlődött, korszerűsödött a repülőtér, új torony épül, tehát korszerű, tehát irigylem őket röviden. Térjünk egy kicsikét vissza a repülésre, illetve az ön repülési élményeire. Megosztja ezeket az élményeket másokkal is? Idáig 4 könyvet írtam, ami teljesen véletlenül a repüléstől szól. Zömmel az én életemről, illetve most a 4. könyvemet június 9-én mutatom be Balatonfüreden a Kisfaludi Galériába. Abban már a címe Vadászpilóták és bajtársaik. Most nem csak a vadászpilóták, bár azokat 1917-től napjainkig névsorral mutatom be, hanem akik biztosították a mi repüléseinket, a bajtársaink. Így többek között a mai nap egy szerencsés dolog, hogy megkerestem, és 3 olyan helikopterpilótát interjúvoltam meg, akik a könyvemben szerepelnek, Adorján László közülük, aki a Cseporán Mihályt ő mentette 1990. április 20-án, amikor itt katapultált Ajka fölött, tehát az ő életük is benne lesz. És én mindenkitől kértem, hogy az életed repülőpályafutásában valami csiklandós dolgot, jót, rosszat, mondjad el, megjelentettem a könyvbe, ha megengeded. És a
pilóták most azokat a titkokat, amiket ideig fehér asztal mellett egymás között elmeséltünk, és idenként ki fölbukkant, hogy na jó Isten, erről a parancs, én mint parancs, nem is tudtam, hogy ezt somolyognak. Na most a könyvbe a fiúk elmondása alapján ezeket megírtam, összefogtam. Kíváncsi leszek a könyvnek a fogadtatására. Mikor repült utoljára? Múlt év nyarán egy fiatal ember, akinek saját repülőgépe van, ő vitt el, és nagy élmény volt számomra, hogy egy Balaton főkajári repülőtérre felszálltunk, végig bókláztuk a fél Balatont, Balatonfüredet, a lakást is megnéztük fölülről, fotóztam, nagy élmény volt. Nagyon sok szeretettel köszöntjük körünkben dr. Németh István halbiológust, a Magyar Haltermelők Országos Szövetségének elnökét, aki ezen a családi napon a halfőzőverseny zsűriének elnöke volt. Mennyire volt megterhelő, főleg a gyomrának ez a zsűri elnökség? Köszönöm a kérdését, nem volt számomra új, mert minden évben a Magyar Haltermelők Országos Szövetsége rendez országos halfőző versenyt, és már többször voltam zsűritag. Nagyon szeretem a halételeket, a ponyból készült halászlét is, és itt ma igazán kitűnő halételeket kóstolhattunk, bár igaz, hogy ahány ház annyi szokás, különböző elkészítési módok voltak, de én azt hiszem, hogy mind finom volt a maga nemében. Természetesen az elkészítési technológiák passzírozott, bajai módon ezek változtak, és hát igaziból nehéz is egy szubjektív véleményt adni, hogy minden résztvevőnek gratulálok, és a külön díjat pedig egy olyan versenyző kapta, aki paprika nélkül egy újféle pontylevest készített, kitűnő volt, nagyon hasonlított a korszerű táplálkozás követelményének megfelelő ételekhez. Miután kiosztották a díjakat, itt egy rögtönzött rövid előadást is tartott az érdeklődők számára a halakról, hiszen ugye eredeti szakmáját tekintve halbiológus. Mit kell tudni ezekről a halakról, amik itt a Székitóban foghatók? Ezek a leggyakoribb magyarországi édesvízi fajok, elsősorban ponty, ami magyarországi halásságnak a kenyérhala, de ezen kívül szállítunk ide a Székitóra a süllőt, csukát, keszekféléket, amik őshonosak a magyar faunába, és kitűnő minőségi ételek készíthetők belőle. A Székitó vize kitűnő vízminőségű, a benne lévő halak nagyon jó ízűek, és nagyon sok örömet adnak az itt horgászó, mint egy 1000 embernek, illetve azoknak a napi egyeseknek, akik ide váltanak napi egyet. A mai napon is sor került telepítésre, mint egy 4 tonna 2 kilós pontyot hoztunk a tóba, amiből már a mai napon is zsákmányul ejtettek néhány darabot. Fülöp Zoltán megnyitó beszédében, illetve köszöntő beszédében kiemelte, hogy elindult egy pályázat, ami hozzásegíti a Széki tavat ahhoz, hogy korszerűsödjön, hogy a jövő számára is minél több ember számára elérhető legyen. Mit lehet tudni erről a pályázatról? Hát tulajdonképpen igen, nagyon bízunk abban, hogy ez a pályázat nyerni fog. Ez az előkészítő munkálatok most folynak, durván 94 millió forintos összértékű pályázatról van szó, amely a tó és környékének infrastruktúrális fejlesztésére, illetve ugye ez a pályázat, ez egy turisztikai pályázat, ebben olyan irányú fejlesztéseket kell végrehajtani, amelyel ez a tó a turisztikai vonalba illeszthető. Akár kerékpárutak kialakítása, akár pedig az itteni infrastruktúra olyan fejlesztésére vonatkozóan, hogy kicsi kis pihenőházak kialakítása, az utak korszerűsítése, a víz, a mosdók kialakításának lehetősége. Ez ugye párhuzamosan azzal, hogy a turisztikai fejlesztésnek lehetőséget ad, biztosítja itt a tóparton is annak a közel 1100 tagnak a komfortosabb érzetét, komfortérzet növelését, ami mindenképpen szükségessé vált, hiszen az elmúlt időszakban ilyen irányú fejlesztés itt a tóparton nem volt. Ugye tudjuk, hogy a Székitavi Horgász Egyesület nemzetközi horgászversenyeket is rendez, a tavat időnként bérbeadja, illetve meghívásos országos horgászversenyeket bonyolít le. Most ezek lebonyolításához ma már 2016-ban elengedhetetlenül szükségesek azok a minimális infrastruktúrális fejlesztések, ami nélkül ez a dolog nem tud működni. Mi ezért lobbizunk, Fenyvesi Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke nagyon sokat dolgozott azon, hogy ez a pályázat ez gyakorlatilag össze tudjon állni. Először
gondolkodtunk azon, hogy egy konzorciumi megállapodás keretein belül a Lőrintei tóval közösen valósítunk meg egy nagyobb projektet. Aztán hát ez nem jött össze, viszonylag rövid idő állt rendelkezésre az, hogy a pályázatot összeállítsuk, és így talán arra van esély, hogy ezt a 94 millió forintot ide tudjuk hozni. Várjuk most ide dr. Kovács Zoltán államtitkár urat is, akin keresztül szintén egy erős lobby tevékenység folyik, hogy segítsen nekünk. Államtitkár úr egyébként gyakran előfordul itt a tóparton, ugye a pápaiaknak is van némi kötődése ez a területhez, úgyhogy nagyon bízunk abban, hogy ő is ugyanúgy, mint a korábbi időszakban ebben a tételben is, és ebben a pályázatban is sokat fog nekünk segíteni, hogy ez sikeres legyen, és ezek a fejlesztések, ezek megvalósulhassanak itt. Ez a pályázat már készen áll a benyújtásra? Igen, gyakorlatilag a pályázat készen áll a benyújtásra. Egyébként ez egy 36 hónapos időintervallumú pályázat. Amennyiben nyerünk, akkor 3 év alatt kell megvalósítani azt, ami a pályázatban megfogalmazásra került.